Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint a főpolgármester helyettes, ki a Momentumból való, és úgy hívják, hogy Kerpel Fronius Gábor. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt, na látja, jó. Hogy el tudom ezt én mondani, annélkül, hogy azt mondanám, hogy alpolgármester, hisz főpolgármester helyettes. Nem csak a WHO mondja azt, hogy a felhők a fejünk fölött vannak, hanem önök is, a főváros is tudomásul vette, hogy baj van, és itt van a koronavírus. Milyen határozatokat hoztak, hogyha tudna idézni belőle, akkor is, hogyha ez nem pontosan az ön tárcája? És bízunk benne, hogy kollégái ezért nem fogják megróni önt. Szerintem nem fognak megróni. Ugye alapvetően az a probléma, hogy a fővárosnak nem nagyon van kompetenciája egészségügyekben. Dehogy nem, a buszok meg a metrók bocsánat, egészségügyi kérdésekben. Tehát az van, hogy a kormánynál vannak a kórházak, a járóbetegellátás pedig a kerületekben van. Mi már a múlt héten elkezdtünk egy tájékoztató kampányt, plakátok formájában, tehát fölhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy milyen óvintézkedéseket kell tenni, tehát távolságtartás, rendszeres kézmosás, lehetőleg a kézfogás elmaradása, stb. És egyébként pedig a tárcánkhoz tartozó különböző dolgokban, tehát a közlekedési eszközök fertőtlenítése, a fővárosi cégeknél, meg a városházán különböző biztonsági intézkedések. Monologba beleszólhatok? Igen. Mindent, amit elmondott idáig, duszpont, akár 100 pontot is kaphat, de a legborzalmasabb. Hiába fertőtlenítem a lakásomat, magamat, a kezemet, a környezetemet, a kollégáimat, a stúdiómat, ha a kuka, amit önök visznek el, illetve az önökhöz tartozó cég, egy kukát időnként fertőtleníteni kéne. És nem önök tehetnek róla, hogy a lakótársak a társasházakban, amikor üres a kuka, paf, beledobják a következő adagot, és lehet, hogy az az ember nem érkezik meg, aki kikel spriccelje, vagy nem tudom én, mit csinálja. Nem kéne például ezeket fertőtleníteni, hisz ezek bekerülnek a folyosóinkra, és tudja, a vírusoknak nincsen határ, meg rács. Ez igaz. Ennek utána kérdezek, hogy ezek mennyire fertőznek, és akkor el fogom vinni ezt a javaslatot. Akkor ott tartottunk, hogy mennyire nehéz most főpolgármester helyettesnek lenni, amikor action van a világon mindenhol. Az amerikai elnök végre úgy tűnik, hogy hallgatott a tanácsadóira, hisz elmondta majdnem ugyanazt Pepitába, amit az izraeli miniszterelnök egy videokonferencián már Orbán Viktorral és másik 7 európai vezetőpolitikussal megállapodtak és megbeszélték. Ez egy pozitív dolog, de bízunk benne, hogy ez nem késő még, mert ugye van a szingapúri szkóla, meg van az olasz szkóla, annak ellenére, hogy magát a karantént is ugye Milánóból származik, ha jól emlékszem. Hol tartunk, és mit tudnak önök tenni, annak ellenére, hogy a kórházak nem önöknél vannak, de még nagyon sok minden önöknél van. Mi hülyen követjük a kormány előírásait. Tehát most nincs ellenzék. Nem, most... vannak olyan dolgok, ahol együtt kell működni annak érdekében, hogy azokat az intézkedéseket, amit az országos operatív törzs helyén valónak gondol, azokat kivitelezzük a saját hatáskörünkben. Nekünk is van gyakran ülésező operatív törzsünk. Például... A hétvégén meghatároztuk azt, hogy milyen gyakran kell a buszokat, meg a tömegközlekedési járműveket fertőtleníteni. Azokat most így megdupláztuk a sűrűségét tegnap, tehát folyamatosan... Van erre fedezetük? Mert gondolom, hogy ez pénzbe kerül. Hát erre kell fedezetet teremteni. Igen, van. Tehát van a fővárosnak tartaléka. Ezzel szembe kell nézni. Tehát ennek vannak gazdasági hatásai, és azt gondolom, hogy végre egyébként csinálunk valamit. Tehát, hogy végre nem azt mondjuk... Ez egy önkritika is volt? Nem, ez azt gondolom, hogy van Magyarországon egy ilyen, például a Gyurcsány is azt gondolta 2008-ban, hogy majd a világválság megáll a határoknál. Egy kicsit nekem az volt a benyomásom, hogy nem vesszük komolyan országos szinten ennek a járványnak a veszélyét. Egy ideig próbálkozások voltak arra, hogy ezt a migrációra tereljék. Azt gondolom, hogy ezt komolyan kell venni, adott esetben szerintem jóval komolyabban, mint a kormány teszi. Tehát én egyébként nagyon mélyen együttérzek, és egyetértek azzal, amit a Momentum mond. Tehát, hogy ezt a 150 milliárd forintos nemzeti konzultációs kampánynak a költségvetését, azt jó lenne most például a
koronavírus megelőzésére fordítani. De annyiszor elmondták elképzelhető, hogy a kormány odafigyel, és a borítékban majd bele fog tenni egy olyan levelet, ami fölzárkoztatja a társadalom azon részeit, amire önt már a mamája megtanította 3 éves korába, de a társadalmi helyzetre való tekintettel vannak országunknak olyan részei, ahol nem igazán tartják, vagy tudják betartani, és lehet, hogy akkor majd ezzel fölvilágosulnak. Én azt gondolom, hogy egyébként a felvilágosító kampányoknak kifejezetten fontos szerepük van, és azt a kormánynak már szerintem a múlt héten, vagy már azelőtt el kellett volna kezdenie, ugyanúgy, ahogy a főváros ezt elkezdte. Igen, egy kicsit, szerintem későn. Jobb későn, mint soha. Jobb későn, mint soha, így van. Úgy tűnik, hogy megyünk például, én állandóan Izraellel jövök, hisz ott éltem. Igen? 30 évig, és ott van a palesztin nemzeti hatóság, akik nem lelkesednek az Izrael népéért. Igen? De a zsidó állam a legnagyobb szórezva, a legnagyobb baj idején is, gondol a szomszédokra pontosan azért, mert a kerítés nem állítja meg a vírusokat. Hogy tudunk mi az ország saját magunkon, aztán utána majd a szomszédokon gondoskodni? Ilyenkor szerintem, de lehet, hogy én butaságra gondolok, vannak országok, ahol faltól falig koalíció jön létre, és vannak olyan országok, akik az ellenzék, a szögre akasztja az ellenzékségét, és azt mondja, addig, amíg a baj elhárul, addig csak építő jellegű kritika van, és együttműködés, utána lehet értetlenkedni majd. Én azt gondolom, hogy nézőpont kérdése, hogy mi az, hogy építő jellegű kritika. Igen, volt nálunk olyan nézőpont. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy attól függ, hogy ki mennyire nyitott a kritikára, attól függően tekinti támadásnak vagy építő kritikának azt, amit az ellenzék mond. Én most itt azt látom, hogy komoly együttműködés van annak érdekében, hogy lehetőleg hozzuk be azt a késlekedést, ami volt, vegyük komolyan, hogy ennek a vírus görbének olyan módon kell lezajlania, és úgy kell késleltetni ennek a kitörését, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló egészségügyi kapacitásokkal ki tudjuk ezt szolgálni. Tehát ugyanis az alatt kell a kritikus betegségek számát, a megbetegedések számát tartani, amennyit például lélegeztetőgépekkel el tudunk látni súlyos esetben. De ez egy nagyon-nagyon fontos és összehangolt... Szerint most beszerezhető az, amire ugye volt egy ellenzéki megszólalás, hogy kellene még 1000 vagy nem tudom én hány... Nyilván kéne... Szerint a szabad piacon ilyenkor lehet maszkokat kapni, meg olyasmit... Hát maszkokat feltétlenül kéne, meg teszteket kellő számban. Tehát azért én például az orvosi kamarának azt a felvetését, hogy nem megfelelő minőségű maszkokat kaptak, azért ezt komolyan venném, mert hogyha elkezdjük karanténba rakni az orvosainkat, akkor ki fogja gyógyítani a betegeket, tehát legalább őket meg kéne tudni védeni, és mondom, egyébként a civil lakosságot is igyekezni kéne például a home office támogatásával, hogy az emberek otthonról tudjanak dolgozni. De hát ma az egész világ otthonról dolgozik, akkor itt miért ne dolgozna mindenki otthonról, akit? Hát ha el szeretne menni mondjuk a gázai városházára, akkor azt fogják mondani, hogy ide ugyan senki, tessék telefonálni vagy interneten. Ha ezt meg lehet csinálni a palesztin nemzeti hatóság területen, akkor miért nem lehet megcsinálni Magyarországon? Hát szerintem meg lehet csinálni, abszolút erről van itt szó. Itt van, amit az amerikai elnök mondott pár órával ezelőtt, tehát akkor miért ne tudnánk megcsinálni? Meg fogjuk csinálni, csak ahhoz kell a munkaadókat bátorítani. Tehát Magyarországon azért a home office, mint olyan működés a normál békeidőben kevésbé volt kultúrában, mint más országokban. Tehát azért, hogy mondjam, egy olyan kultúrájú országban, ahol egyébként is share desk policy van, tehát hogy jóval kevesebb ülőhely van egy munkahelyen, mint ahány alkalmazott van, mert hogy váltogatják egymást az otthonról dolgozó emberek, ott ez könnyebb megcsinálni, hogy többen maradnak otthon, mint egy olyan kultúrájú országban, ahol nagyon sok munkahelyen még mindig megkövetelik a személyes jelenlétet, ott is, ahol egyébként lehetne távmunkát végezni. Föl kell építeni. Mert szociálisan még nem jöttek rá arra, hogy lehet, hogy otthon sokkal attraktívabb lenne. És szerintem egyébként munkaadóként egyébként az egy jó nagy kizsákmányolási lehetőség, amikor így összefolyik a magánélet, meg a... Amikor meg az ember, a munkavállaló kizsákmányolja saját magát. Így van. De hogy például ennek vannak informatikai vonatkozásai is. Tehát aki nincs fölkészülve arra, hogy megfelelő VPN kapcsolattal lehessen bejönni otthonról, megfelelő biztonsági körülmények között, ezeket mind meg kell teremteni, és ez olykor időbe tud telni. Tehát, hogy egy olyan kultúrában, ahol ez kevéssé van otthon, ez komolyabb intézkedéseket kíván, mint ahol egyébként ez szokásban nem van. Mondom a
cégnek a nevét, aminek több ezer alkalmazottja van, most költöztek Tel Aviv mellett egy új székházba, nem nyitották meg a székházat, és ennek a hatalmas high-technek dolgozó emberek mind otthonról dolgoznak a kis laptopjukról. Igen. És még mindig a bőrzén megfelelő helyen vannak, és nem zuhannak. Így van, tehát ezt lehet csinálni, csak föl kell készülni rá. Például, hogyha a munkatársainknak van elegendő laptopunk, és nem asztali gépeken dolgoznak bent. Tehát, hogy ilyen kérdések is lassíthatják az erre való átállást. Én erre még soha nem gondoltam, hogy Magyarországon nem lenne mindenkinek laptopja, sokkal kényelmesebben lehet dolgozni rajta. Ez így van, de vannak olyan munkahelyek, ahol kifejezetten asztali gépeken dolgoznak nagyon sokan. Mennyire van a társadalom fölkészülve arra, tudja mit, hagyjuk a társadalmat, nézzük a Momentumot. Igen. A Momentum európai parlamenti képviselője tegnap egyik kereskedelmi televízióban nyilatkozott, nem tudom, hogy látta ezt a beszélgetést, akkor egyáltalán a Momentum. A Momentum most akkor félreteszi a felkészülést 2022-re, és a jelen helyzettel fog foglalkozni? Mi általában a jelen helyzettel foglalkozunk, tehát most azért nagyon nagy felelősséget kaptunk. Van két európai parlamenti képviselőnk, számos polgármesterünk és számos alpolgármesterünk, meg városoknak a közgyűléseiben ülünk. Tehát ez egy folyamatos kérdés, hogy mi nekünk felelősségünk az, hogy 2024-ig és onnan tovább ezeket a városokat jól vezessük. És egyébként van egy olyan felelősségünk is, hogy megfelelően fölkészüljünk 2022-re, meg egyébként van az is, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsunk a választóinkkal. Mi folyamatos országjárásban vagyunk, gyakran járunk ki piacokra, pultozni, beszélgetni az emberekkel, vannak kopogtató kampányaink, én is szoktam járni országjárásba, megyek fórumokra, és ezeket most mind leállítottuk, annak ellenére, hogy ezt nagyon élvezzük, csak van az a felelősség, hogy ne járuljunk hozzá ahhoz, hogy adott esetben gyakori utazásokkal és sok emberrel való találkozással a vírus terjesszük. A helyhatósági választások után megszületett eredményt én nagyon negatív módon elneveztem francia salátának. Uh-huh. Az annyit jelent, hogy a francia saláta nagyon finom, de ha nem őrizzük a frigiderbe, akkor a szalmonellák elkezdenek Igen. táncolni és ki kell dobni. Mennyire nyikorog ez a francia saláta? Tehát mit tudom én, van egy kerület, ahol egy momentumos, aktív fiatal úriember lett a polgármester. Mennyire tud az eléggé érdekes koalíciójával együtt, vagy akár az egész fővárosban, mennyire tudnak együttműködni? Szerintem nagyon, és éppen ezért szólnak viszonylag nagyot azok az ügyek, ahol éppen megnyikordul a koalíció. Tehát például most így akár a színház ügyben a fővárosban, de egyébként nagyon komoly együttműködés van, nagyon komolyan veszi mindenki a reszortját, és nagyon komolyan veszi mindenki azt a felelősséget, hogy ezt a koalíciót nekünk úgy kell működtetni, hogy ez a főváros érdekében álljon. És egyébként akár a 6. kerületben, akár a 4. kerületben, akár a 8., ahol félig vagy egészen momentumos polgármester van, itt a Pikó András szokta magát félig momentumosnak hívni. Az mit jelent a felső? Hogy ő nem pártag, viszont nagyon erős momentumos támogatással járt, és a fővárosban a Momentum frakció tagja. Értem. Tehát, hogy itt az van, hogy egy koalícióban, amikor egy polgármesternek van egy ötlete, akkor ezt az ötletét el kell fogadtatnia a koalíciós partnerekkel, és ezek a koalíciós partnerek jobbára valóban partnerek ezekben az ötletekben, annál is inkább, mert hogy többnyire, amikor kerületi választások voltak, és egyébként a fővárosban is Karácsony Gergelynek, nagyon komoly, előre lefektetett választási program volt, aminek a megvalósítását próbáljuk akár a 6. kerületben Soproni Tamás, akár Pikó András, akár meg Déri Tibor. Ez volt a hirdetés helye. Időnk ugyan lejárt, de azért van egy kérdésem. Igen? Mivel magyarázza azt, hogy ön nagy sikert aratott a 13. kerületbe, ahogy elment főpolgármester helyettesnek, az utóda mégsem egy momentumos lett. Mit csináltak rosszul? Hát rosszul tárgyaltunk, mert hogy sajnos, tehát jobban kellett volna ragaszkodni ahhoz, hogy újra a helyemre koalícióban momentumos jelöltet
lehessen állítani. Ehhez képest kinyílt ez a helyzet, és elindultunk az MSZP-vel és a Fidesszel szemben külön momentumos jelöltként, úgyhogy a szocialisták ránk indítottak egy jelöltet. Én azt gondolom, hogy egészen kiváló jelöltünk volt Polyák Krisztina személyében, egy olyan, akiből valószínűleg országos politikus lesz. Egyszerűen az van, hogy a 13. kerületben Tóth Józsefnek akkora húzónév, hogy egyelőre egyébként a miénknél, tehát egy olyan jelöltet is sikerrel szerepeltetett, akinél a mi jelöltünk utcahosszakkal jobb volt. Ha ön lenne most Magyarország belügyminisztere, betiltaná a szocialisták kongresszusát, vagy csak simán azt mondaná nekik, hogy gyerekek, ne most? Hát semmiféleképpen sem tiltanám be, javasolnám nekik, hogy például távmunkában intézzék el, vagy akár fontolják meg a halasztást, de azért betiltani én mégsem. Appellálnék a felelősségérzetükre. Kedves nézőim, az elmúlt 19 percben Keperfonius Gábort, a Székes főváros főpolgármester helyettesét látták és hallották. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatér hozzánk, és akkor folytathatjuk a beszélgetést. Most előzetesek, és utána a jazzről fogunk beszélni. Jazzes műsorvezetőnk vendégével folytatjuk tovább. Köszönöm, hogy idáig is velünk voltak. Hamarosan visszatérünk.